Mi is az a kritikai életrajz, minden föllelhető forrást tartalmazó életrajz, még ilyen nem készült Galgóczi Erzsébet életéből, a tiszteletének terjesztéséhez és a reménybeli boldog avatáshoz is szükséges, hogy rendelkezésünk rájön egy ilyen életrajz. Milyen felelhető források vannak Galgóczi Erzsébet életéről és misztikájáról. Legelsősorban a Váci Püspöki Könyvtárban van a hagyatékának egy része, ez levelezés, fényképek, illetve látomásokat, életrajzi adatokat tartalmazó füzetek, és egy diktált önéletrajz, amely 1934-ig tartalmazza az életének eseményeit, aztán egy magánszeménél található még nagyobb mennyiségű levelezés, aztán az egri érseki levéltárban a kisújszállási éveivel található jelentős iratmennyiség. Idáig ezeket sikerült felkutatnom, folyamatosan kutatom az ő életének a különféle forrásait. Feltehetően más egyházi levéltárakban is van még róla anyag. A közeljövőben folytatni kívánom a levéltári kutatásokat vele kapcsolatban. A járvány miatt nem lehetett a levéltárakban sem kutatni, most már remélhetőleg újra megnyitják a kutatók előtt a levéltárakat. Aztán tudom azt, hogy még élnek olyanok, akik személyesen ismerték őt. A személyes tanúvallomások is fontosak egy ilyen életrajz összeállításához. Azt szokták mondani, hogy az igazi történelem a megélt történelem, még egy szent életével kapcsolatban is ez így van. Aztán fontos mindenki legyen tisztában a következőkkel. A kutatás időigényes munka, a normál állapotbeli kötelességek mellett kell végezni, utazni kell hozzá, és előfordul, a kutatásra kikért anyagban semmi nem található Erzsébetről. Tehát hiába elvileg lehetne az anyagban róla valami, de még sincs a kiadott anyagban. A Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban már két alkalommal is kutattam, de nem volt vele kapcsolatban közvetlen életrajzi adat, és több munkaóra után eredménytelen volt a kutatás. És mindössze egy közvetett adatot találtam, ami ővele kapcsolatban hozható. Ugye Hanauer István Váci püspök Galgóczi Erzsébet önéletrajza szerint Hász István akkori tábori püspököt bízta meg egy vizsgálattal, és 1934 nagybőjtjében volt Szolnokon Hász István, ezt Galgóczi Erzsébet mondja el, és hát egy iratot találtam, amely bizonyítja, hogy 1934 márciusában Hász István volt Szolnokon, hát feltételezhetően akkor őnála is volt. Ez csak egy példa arra, hogy mennyire kemény munka egy ilyen életrajznak az összeállítása, és sokszor előfordul, hogy fáradalmas kutatás után vagy nem találok semmit, vagy csak egy nagyon kevés használható adatot találok az adott anyagban. Aztán a Váci Püspöki Könyvtárban lévő anyag, továbbá az eddig megjelent két könyv, ez a Kis Mária Hortenzia Új idők apostola, stigmatizált Galgóczi Erzsébet és a Rótanna Szeretet nem ismer határt, továbbá magánszemélyek visszaemlékezései arról tanúskodnak, hogy még több anyagnak kell lennie vele kapcsolatban, például saját kezűleg írt feljegyzések vagy tanúvallomások, de egyelőre ezen anyagok sorsa ismeretlen, elképzelhető, hogy nincsenek már meg. Tehát az eddig megjelent könyvek szerzői dolgoztak olyan anyagból, aminek még nem akadtam a nyomára, hogy hol lehet. Aztán az idáig fellelt anyag egyébként elég bőséges, úgyhogy ezt mindenképpen föl kell dolgozni, hát ennek folyamatban van a feldolgozása, értékelése, és az engesztelő hívek imádságai is szükségesek, hogy a kritikai életrajz elkészüljön.
ha valaki tud olyan anyagról, amit még eddig én nem tudtam fölkutatni, akkor szeretném, hogyha megkeresne ezzel kapcsolatban, tehát soha nem lehet tudni, hogy kinél lehet még anyag, vagy ki tud olyan információról, amely egy-egy idáig még ismeretlen vele kapcsolatos anyaghoz elvezethet. Tehát Bocsa József atya azt kérte, hogy a engeszteléssel kapcsolatban az ő hagyatékából még néhány gondolatot mondjak el. Hát lelkiségének gazdagságát misztikus látomásai jól mutatják, és a mai alkalomra két engeszteléssel kapcsolatos látomásából szeretnék felolvasni. December 7, 1940 hajnalban álmomban Kati testvéremmel egy hatalmas nagyléten sétálgattam kézen fogva, mint a virágokat akartunk volna szedni, de mégse szedtünk. Ahogy itt sétálgattunk, hirtelen nagy sötétség szakadt a földre, az ég teljesen fekete, sötét volt, de körülöttük is minden. Ez nem olyan sötétség volt, mint egy éjszakai sötétség, hanem nyomasztó, iszonyúan ható, semmihez nem hasonlítható, és a legcsodálatosabb az volt benne, hogy mégis láttam az emberek nyüzsgését, mozgolódását, mert szinte pánikszerűen menekültek, sírva, jajgatva, hajukat tépve, hogy most lesz a világ vége, Isten ítélete. Látva az emberek rémületét, én is azt gondoltam, hogy itt az utolsó pillanat, és a lelkemmel kezdtem foglalkozni, lelkiismeret vizsgálatot indítani, hogy ne álljak majd készületlenül. És valahogy a templomba szerettünk volna jutni, hova valami hídon át lehetett volna érni, de mielőtt a hídhoz értünk volna, egy kéz érintette a vállamat. Látni nem láttam senkit, csak a hangját hallottam, amint szólt hozzánk. Ne menjetek sehova, forduljatok vissza, mert ti itt nem fogtok még meghalni. A Jóisten csak ugyan nagyon haragszik az emberekre, és nem akar már várni, ítéletet akar tartani. De fel lehetne tartóztatni, ha megszentelnék haragját. Bűnbánatra kellene az embereket indítani, engesztelni és imádkozni. Ezt a szót, hogy bűnbánat, sokszor ismételgette. Még a hang beszélt, a föld állandóan, haragosan morajlott, rengett úgy, hogy alig bírtunk megállni. A föld meghasadozott, mély, hosszú árokszerű nyílások támadtak, és ilyen keletkezett nyílásokból még borzalmasabban hangzott a föld morajlása. Mikor a hang elhallgatott, mi azonnal visszafordultunk, és akkor láttam, hogy ezen nagy réten rengeteg ember szorong a rémülettől eltorzulva. Mintha valami elrendezte volna, négy csoportban hatalmas tömegben álltak az emberek. Ahogy így láttam magam előtt az előttem lévő első embercsoportot, mondtam Kati kis testvéremnek, hogy ő menjen az egyik tömeghez, a második számúhoz, hogy ott is legyen valaki, aki a Jézuskáról szólhatna nekik, én pedig egy másik csoporthoz mentem. Mikor közelükbe értem, akkor láttam, hogy mivé váltak a félelemtől, némelyik nyöszörgött, volt, aki a haját tépte, káromkodott, átkozódott, volt olyan, aki imádkozni próbált, és ahogy mindnyájan szinte a földhöz voltak ragadva, mint onnan el se tudnának többé mozdulni. Ez lett az idő alatt is még a föld állandóan morajlott, és mint a borzasztó szélvihar lett volna, de nem a levegő mozgott, csak a lángok voltak borzalmasak. A sötétség is még mintha sűrűbb és áthatolhatatlanabb lett volna, és mégis minden embernek láttam a megmozdulását is, sőt, még az arcukon lévő minden borzalmat és állati félelmet is. Először nem is tudtam, hogy mit csináljak, vagy mit mondjak nekik. Majd hirtelen valami csuda ékes szólással kezdtem prédikálni nekik, hogy indítsanak bűnbánatot és imádkozzanak, de láttam azt is, hogy ezt alig értik. Beszéltem nekik, ugye most látják, hogy nincs semmi értéke annak, amit gyűjtöttek, nem ér semmit, nem tudnak vele még egy parányi világosságot sem most megvásárolni. Pénzzel, anyagiakkal nem lehet a Jóistent sem kiengesztelni, pedig megvonná haragját és büntetését, ha ki tudnák engesztelni őt. Kértem, vizsgálják meg a lelküket, hogy életükben mit tettek, mit adtak a Jóistennek, azt ajánlják fel most újra neki. Hívogattam könyörögve, hogy bizonyára vannak itt napi áldozók is, akik szerették a Jézuskát, most is ajánlják fel önmagukat engesztelésül,
s akik még nem tettek semmit eddig még, most indítsanak őszinte igaz mély bűnbánatot, mert ezzel is ki lehet engesztelni a Jézuskát. Még beszéltem, láttam, hogy nem is nagyon értik, nem is igen fog rajtuk, nem tudnak önmagukról megfeledkezni, annyira önzők, hogy képtelenek egyébre még gondolni is, mint csak önmaguk megmenekülésére. Nagyon szomorú lettem, és átnéztem Kati testvérkém, arra gondolva, hogy ide hívom őt is, ne legyek ott egyedül. Hát a ketten több eredményt érnénk el. De mielőtt intettem volna, hivattam volna, eszembe jutott, ha őt elhívom, akkor annál az embercsoportnál nem lenne senki, nem beszélne nekik senki, mégis maradjon ott, és próbáljon ott ő közvetíteni, engesztelni, imádkozni. Tépelődésem közben megfordultam, hogy vajon a másik két csoportnál van-e valaki. És ekkor láttam egy mögöttem lévő csoportot. Előttük egy leány térdelt. Nem apáca volt, világi, de nagyon külön, kiválva volt a csoportból. Letérdelt és nagyon mély áhítattal láttam imádkozni. Ránézve az volt az érzésem, hogy nagyon közvetlen az érintkezése is a Jóistennel, és imája szinte az egekig ér. Megfordultam és példáját követve én is letérdeltem. Nagyon-nagyon könyörögtem, kértem a Jézuskát, hogy ne hagyja elveszni ezt a sok-sok embert. Felajánlottam neki újra életemet, mind az eddigi és a jövőben rám váró szenvedésekkel együtt. Tudom, hogy ez magában véve semmi, nem sok, de odadom a szűzanyának. Adjon neki értéket, ő sokszorozza meg azokat, és úgy adja oda, úgy mutassa meg a Jézuskának. Azután külön felhívtam a figyelmét, hogy ezeknek az embereknek is, akik itt vannak, vegye számon minden jó cselekedetüket, áldozatukat, imáikat, és mind-mind százszorozza meg, hogy értékük annál nagyobb legyen. Egyesítse az ő szenvedéseivel, imáival, jó cselekedeteivel, és úgy mutassa be áldozatát a Jóistennek, és tartsa fel sújtó kezét. A többiek nem tudom, mit mondhattak a Jézuskának, de egészen biztos volt, hogy ők is mindenüket odaadták, hogy egyszer csak nagyon dörögni kezdett az ég. Most már nem csak a föld morajlott, az ég borzalmasan csattogott, és ahol térdeltem, hirtelen egy hosszú, de nem széles rés támadt az égen, és ezen a résen át halvány rózsaszín világosság kezdett átszűrődni. Majd tovább dörögve mind a három csoport felett támadt ilyen rés, és három oldalról jött ez a rózsaszín világítás, ami sugárszerűen világított az emberekre, de azután mind a három úgy összefolyva az ég felé már egy egyenes oszlopban tartott. Csak nagy meglepetéssel láttam azt, hogy a negyedik csoport teljesen sötétségben maradt. Oda nem ért semmi fény, és nincs is a csoport élén senki, aki imádkozna. Szerettem volna oda menni, de valahogy nem lehetett, csak a gondolatomban volt meg ez, de hogy miért nem tudtam oda menni, azt nem tudom. Ahogy ez a halvány rózsaszín az emberekre kezdett derengeni, és megvilágította őket, nagyon elváltozottnak látszottak. Voltak, akik egészen összezsugorodva, szinte a földhöz ragadva fetrengtek, majdnem semmivé válva, mégis borzalmasnak látszott rajtuk nézve, voltak olyanok, akik szinte nyomorékoknak látszottak, éppen csak vonszolni bírták magukat. Voltak, akik valami sötét tömegnek látszottak, rajtuk vagy bennük egy pici kis fénnyel. Voltak olyanok, akik mint a iszonyú terheket vonszoltak volna, alig bírták magukat, mintha ezer béklyúk lettek volna rajtuk. De voltak, akik egész könnyedén mozogtak, egész rendes tisztáknak látszottak. Mosolyogva könnyedén néztek maguk elé. Ahogy ezt a változásokat nézegettem, kíváncsian tekintettem Katira és az ismeretlen leány csoportja felé. Az emberek itt is hasonló változásokon mentek keresztül, de a legnagyobb meglepetés mégis az volt, ami Kati kis testvérem és az idegen leányon láttam. Ők nem egészen a földön, hanem egy kicsit a föld felett, úgy 20-25 cm távolságban jártak, és egy gyönyörű, átlátszóak voltak, mint a tiszta arany vagy a kristály, de amelyik, mint a drága kő színpompában sziporkázik, mégis átlátszó, tiszta és ragyogó. Alig bírtam ámulatomban levenni a szememet róluk, mikor a fény hirtelen erősödni kezdett. A vörös fény kezd sugározni a réseken, de a rések is tágulnak, most már nem csak hosszúságban, de szélességben is majdnem összeszakadtak a rések, de azért mégsem. A fény erősbödött. Egészen tűzpiros lett, de nem csak a színe lett tűzpiros, hanem a meleg is, mert szinte perzselt égetett. Most újra a negyedik csoporthoz néztem, hogy ez az erősbödött fény hatott-e odáig, oszlott-e már valamit a sötétség.
De rémülettel azt láttam, hogy világosodott volna, de mint a innen is a sötétség mind oda ment volna és megháromszorozódott. De nem csak a sötétség, hanem a borzalom és a veszedelem is fokozottabb lett. De ugyanolyan meglepetésre láttam a vörös fénnyel megvilágított csoportokban is az emberek megváltozását. Mint említettem, ez a tűzpiros fény nem csak világított, hanem égetett is. És ennek a hatása látszott is nagyon az embereken. Mert akik előbb fetrengtek a földhöz ragadva, szinte egy szempillantás alatt iszonyú jajgatás és borzalmas kiáltozás között szénné égtek. Azok, akik előbb nyomorékoknak látszottak, vagy a félkezük, lábuk némelyiknek, az egész testre szinte izzott. Jajgattak ezek is nagyon, de most valahogy látszott rajtuk, hogy nagyon értik az engesztelést és a bűnbánatot. Nem mondta nekem ezt külön senki, mégis tudtam nagyon mindent. Voltak, akinek csak a fejük izzott, így voltak, akinek a végtagjai, és a testük többi része átlátszó szép volt. Akik előbb sötéteknek látszottak, azok most átlátszók voltak, és az a kis fénypont az izzott most nagyon, de ezek nagyon nyugodtak, szinte boldogoknak látszottak. Akik előbb terheket viseltek, most könnyedén tudtak mozogni, szépek lettek, egész kicsit érzett róluk a meleg, inkább önmaguk megvilágítása volt. Akik béklyókat viseltek, most szinte lebegve jártak, alig érintve a földet. És akik előbb tisztáknak látszottak, most a fénytől szinte világítottak, de nem csak önmagukat világították meg, hanem azokat is, akik közelükbe kerültek. Az egész idő alatt, akik közelembe jöttek, éreztem a belülük áradó forróságot, ugyanúgy éreztem a tűzpiros fénynek a forróságát is, de az nem fájt, inkább nagyon jól esett, nem tudnám a szavakkal kifejezni, milyen érzést váltott ki belőlem. Mivel önmagamat nem láttam most se, kíváncsian néztem most is Kati kis testvéremre, és az idegen leányra, hogy rájuk hogyan hatott a fény. De szinte a lélegzetem elállt, úgy elmúltam, hogy rájuk néztem. Most nem csak, hogy átlátszóak voltak és tündöklően ragyogtak, szinte izzottak és messze megvilágították a környezetüket. Hogy ők a meleget érezték, azt nem tudom, mert nem beszéltünk erről. Szinte egyszerre néztünk egymásra felszabadultan örömmel is, és azután mindjárt a negyedik csoportra néztünk, hogy ott mi lesz. Egészen közel nem voltunk egymáshoz hárman, már ezt a közelséget úgy éreztem, hogy a kezünket nem tudtuk volna összefogni, de ennél nemigen voltunk távolabb egymástól. Mind a hárman a negyedik csoportot néztük, és azt hiszem, mind a hárman egyre gondoltunk. Segíteni szerettünk volna, de egészen közel nem bírtunk menni. Ahogy nagyon néztem, most láttam meg, itt mind csak szerzetesek vannak, vagyis mind papok és apácák. Nagyon szomorúnak láttam, és gondoltam, hogy itt nincs senki, aki megengesztelni a Jézuskát, hogy el ne vesszenek. Egyszer csak látom, hogy mint a körmeneteken szokás, valahogy sorban állnak a papok, elől egy nagy feszülettel, mint aki a csoportot vezeti, Páter Odiló lépkedett, ugye ő a lelki vezetője volt ez a szolnoki Ferences Galgóczi Erzsébetnek, de akárhogy erőlködött is, nem tudott előre jutni. Látszott rajta, hogy nagyon erőlködik, én másképpen segíteni nem tudtam, csak nagyon imádkoztam értük. Már szinte a kétségbeesés látszott rajtuk, mikor hátulról néhány apáca kivált, élükön egy középkorú, nagyon szép apáca, ki a csoport élén elől letérdelt és hangosan, szinte az eget lekönyörögve kezdett imádkozni. Szavakra nem emlékszem, csak az arcára, mozdulataira, hogy látszott rajta nagy önfelajánlása, áldozatkészsége, ahogy kész mindent magára vállalni. Egyszerre csak nagyon szenvedőnek látszott, szinte elalélt a szenvedéstől, mikor láttam kezein a szent sebhelyeket, ahogy vérezni kezd, és lassan szivárog a vére. Valaki le akarta törölni, de olyan nagyon szenvedő, fáradt mozdulattal felemelte kezét, és úgy intette a papok felé. Ekkor láttam, hogy a papok is mind kezdenek imádkozni, kezeiket felemelve, mint a szentmisében felajánláskor. Határozottan tudtam, hogy most áldozatot mutatnak be a Jóistennek. Most már mi is egész közelükbe jöttünk, letérdeltünk, és mi is egész lelkünkkel kezdtünk velük imádkozni. Még az előbbihez hasonlóan dörgött az ég, és rés támadt, melyen keresztül sugárzott rájuk a rózsaszínű fény. És sokkal borzalmasabbnak látszott a fénynek a hatása, sokkal több borzalmat tárt fel. Ezt azonban olyan részletességgel nem tudtam látni, csak az összbenyomás maradt meg bennem. Majd a tűzpiros fénynek hatása sokkal nagyobb pusztítást, elégést okozott aránylag, mint az előbbi csoportokban.
Azt azonban láttam, hogy a nők között sokkal kevesebb volt a pusztulás, elégés, mint a férfiak között. A tűzpiros fények most már mind a négy oldalról összefolytak, és egyenesen fel az égnek törtek. Az ég szinte mindinkább kezdett természetes lenni, most már olyan vihar előtti bordásszerű fellegek jöttek, mentek, szürkés, sárgás, lilás árnyalatokban. Mindinkább természetessé válva néhol a felhők szétszakadva az eget is látni lehetett. A négy embercsoport pedig annélkül, hogy valaki mondta volna, kezdtek felállni sorban és csapatokban, mint a hálaadó Isten tiszteletet akartak volna adni, hogy a jó Isten megmentette őket. Még mielőtt elindult volna a menet, egyszerre, mintha az ég ketté nyílt volna, hatalmas fényözön zuhogott a földre, és az emberekre, és hirtelen nem leszállt, hanem lezuhant volna az ég felé, volna az egész ég, hogy magába ölelje, magába olvassa a földet, és újra fölemelkedett, fölszállt a földdel együtt. Míg emelkedtünk felfelé, egy pillanatra visszanéztem le a mélységbe, ahol azokat az embereket láttam, akik előbb a tűzpiros fényben szénné égtek. Kezeiket kétségbeesve nyújtogatták fel utánunk, vágyóan kiáltozva, majd szitokban halt el a szavuk, mert mi egyszerre csak fent voltunk, és most az egész mennyország tárult elénk. Annak dacára, hogy már többször álmodtam magam a mennyországban, ilyen nagyon szépnek kevésszer láttam, minden gyönyörű, ragyogó volt, egész lelkem nagy belső boldogságban remegett. Az Úr Jézus kis magaslaton trónfélén ült, mellette a boldogságos szűz állott, kedvesen, szeretetteljesen, jóságosan. Az emberek csoportokban sorba állva, és mintha egyszerre, mint a szertartás kezdődött volna, a szűzanya volt a szolgálattevő segítő. Mi hárman leghátul álltunk, de azért mindent nagyon jól láttam, és meg is figyeltem. Az emberek egyébként járultak, egyenként járultak a Jézus felé, mindenki ajándékot kapott, de ezt nem lehet szóval megnevezni, hogy mit, mert nem olyan tárgyak voltak azok, hogy azt mondhatnám, hogy virág vagy más egyéb, nem lehet ezeket megnevezni. És az ajándékot mindenkinek a szűzanya készítette el, adta oda a Jézuskának, és ő adta át a tulajdonosnak. És egy másik látomásból. Akkor azt majd legközelebb. Az engesztelők napján, hát csak egy gondolatot még József atya megengeszt, tehát ugye a látomás arról szól, hogy minél többen engesztelnek, annál inkább jobb lesz. Tehát az engeszteléssel a rosszat visszájára lehet fordítani, tehát látjuk, hogy mennyi probléma van az egyházban meg a világban. Minél többen engesztelünk, akkor annál inkább vissza fog a rossz szorulni.